Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Szupergyors internet Szekszárdon újabb városrészt kapcsolnak be a hálózatba. 4 napos munkahét, több cég próbálkozik az új módszerrel. Nő a település népessége, bölcsödét terveznek Cikon. Nem könnyű nevelőszülőnek lenni, 4 állami gondozott gyereket nevel a Decsi család. Szupergyors internet gerinc hálózat kialakításán dolgoznak a TAR Kft. Munkatársai Szekszárd belvárosában. A héten kezdtek, és várhatóan november közepéig dolgoznak majd a közterületeken. Gyurkovics János, a település alpolgármestere azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően fontos lépést tesz a megye székely a 21. századi elvárások irányába. Napok óta dolgoznak a TAR Kft. Megbízásából a szakemberek a szekszárdi Béri Balog és Széchenyi utcákban. Árkokat ásnak, amikben nagy teljesítményű optikai kábelkötegeket fektetnek majd. A munka eredményeként a település egyre nagyobb részén lesz elérhető a gigabites sebességű internet. A tervek szerint november 15-éig végeznek a közterületi kivitelezéssel, addig pedig hétről hétre a város más részein dolgoznak majd. A következő ütemben a Bezrédi utca kereszteződésétől fogunk eljutni a Garai térig, onnan akkor, ahogy az előbb mondtam, irányított fúrással fogjuk a nyomvonalat építeni egészen majdnem a Szent László utca kereszteződésig, majd végül 4. ütemben a Szent László utca kereszteződésétől a Dr. Szakály Ferenc utca kereszteződéséig. A szakemberek a beruházás ideje alatt végig arra törekednek, hogy a közlekedést csak a legszükségesebb mértékben zavarják. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere azt mondja, a fejlesztésnek köszönhetően a város digitális infrastruktúrája évtizedekre biztosítva lesz. Itt teljesítménynövelésről van szó, és minőségjavításról is, és mi minden olyan fejlesztésnek, beruházásnak örülünk, amivel a városlakók komfortérzetét tudjuk javítani. A munkálatok tehát várhatóan november közepére fejeződnek be. Szekszárdon a TAR Kft. Egyébként nagyjából 70 kilométernyi vezetéket üzemeltet. A cél, hogy 2023-ra ezt a duplájára növeljék. Magyarország kivételeket kapott az újabb szankciós intézkedések alól, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, sikerült elérni, hogy az olajársapka mechanizmus alól kivételt kapjon a csővezetékes kőolaj szállítási mód, illetve vészhelyzetben ennek ellehetetlenülése esetén az ezt kiváltó tengeri szállítás. Így már nem veszélyeztetik Magyarország biztonságos kőolaj ellátását azok az intézkedések, amiket Brüsszelben elfogadtak. Ezen kívül a nukleáris energiához kapcsolódó tevékenységek is kivételt kaptak. Sikerült elérnünk azt is, hogy a különböző szankciós intézkedések alól nem csak a már meglévő nukleáris erőművek működéséhez szükséges szolgáltatásokat, termékeket teszik kivétellé, hanem kivételt kapnak a szankciós intézkedések alól kifejezetten az új atomerőművek építéséhez szükséges szolgáltatások, illetve termékek. Ez nekünk azért volt fontos, mert a paksi atomerőmű 2 új blokkjának építése a hosszú távú magyar energiaellátás biztonság egyik legfontosabb sarokköve és biztosítéka. A most működő atomerőmű pedig ugyebár a magyar villamosenergia előállítás 50%-áért és a magyar villamosenergia fogyasztás 34%-áért felel. Hazánkban már több cég is teszteli azt a lehetőséget, hogy lecsökkentenék a heti munkanapok számát. Ennek előnyeiről és hátrányairól kérdeztük a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Fischer Sándor szerint az eddigi kutatások azt mutatják, hogy ez idáig inkább a csökkentett munkaórák váltak be. Többször felmerült annak az ötlete, hogy csökkenteni kéne a munkával eltöltött órák számát. Nyugat-Európában régóta bevált gyakorlat a heti 32 órás munkaidőkeret. Hazánkban nemrég az egyik könyvpiaci cég vezette be a rövidebb hét lehetőségét, ezzel több pihenőidőt biztosítva a dolgozók számára. A témával kapcsolatban Fischer Sándort, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét kérdeztük, telefonon értük utol. Nyugat-Európában elterjedt, hogy megpróbálják azt, hogy a eddigi heti 5 nap helyett 4 nap legyen a munkaidő. Ez nem akkora sikert hozott, amit eredetileg vártak tőle,
Tehát az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem a munkával eltöltött napokat kell csökkenteni, sokkal inkább a rövidebb munkanapok váltak be. Ami látható volt, hogy a munkaidőt nem tudták jól megszervezni, másrésztről, hogy őszinte legyek, úgy néz ki, hogy az emberek se igényelték ezt, mert ugye hát mondjuk, mert valójában az ember a munkahelyén is szeret lenni, csak nem szereti a túlterhelést. Arra a kérdésre, hogy a 4 napos munkahét talán enyhíthetné a cégek rezsigondjait, az iparkamara elnöke azt válaszolta, hogy ezt a helyzetet kizárólag az energiaárak csökkenése tudja megoldani. Hosszú évek óta először nőtt a településen élők lélekszáma Cikón. Éppen ezért igény támadt egy bölcsödére is a településen. Bár még nem tudják pontosan, hol lesz a helye, de a távlati tervek között szerepel az új nevelési intézmény megépítése. A tavalyi esztendő volt az első, amikor emelkedett a lakosság száma a völcségi településen, aminek eredményeként teltházzal működik a Magyar Falu Programból felújított óvoda, és 116 kisdiák tanul a helyi általános iskolában. Így aztán szó nincs arról, hogy be kéne zárni bármilyen oktatási intézményt, sőt a tervek között egy bölcsöde megépítése is szerepel. Szerettük volna az óvodához hozzáépíteni, de kicsi a hely az udvaron a bölcsöde hozzáépítéséhez, ezért most újra tervezzük, hogy hova lehetne egy bölcsödét létrehozni a településen, erre is lenne igény. Egyenlőre nincs véglegesen kijelölt hely, de az elképzelések között van a régi kocsma épülete is, mely kihasználatlanul áll és az önkormányzat tulajdonában van. A betelepedési folyamat azt is eredményezi, hogy szinte nincs eladóház a településen, ugyanakkor a jövőbeni tervek a lakók komfortérzetének növelését célozzák. Az idei évben megvalósult még a Perccel utcának egy 207 méteres szakaszának a felújítása. Az iskolatéren az iskolától a könyvtárig járda felújítás valósult, meg térköves járda készült, ami a mozgáskorlátozottaknak is jó, mert a benne található lépcsők kikerültek, és most végig térköves egyenes járda van. A települési vízrendezés tekintetében kész projekttel bírnak Cikón, és rövidesen a kivitelezés is megindulhat. Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 3,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,4%-kal csökkent, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%, az üzemanyag kiskereskedelemben 18,4%-kal emelkedett az értékesítés. Az év első 8 hónapjában a forgalom volumene 8,4%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. Magyarországon közel 23 ezer gyerek él nevelőszülői gondoskodásban. Közülük Tolna megyében 330-an élnek családoknál, hogy megtapasztalhassák az otthon melegét és a szeretett teljes családi légkört. Nevelőszülőnek lenni nem könnyű dolog, mégis amennyi nehézséget, annyi szépséget is rejt magában ez a hivatás. Anyukám, találj! 5 kislány játszik a gyerekszobában, közülük 4-en nevel gyerekek. A Decsen élő Ignás család hosszú évek óta fogad magához gyermekvédelmi gondoskodásban lévő kicsiket, hogyha csak átmeneti időre is, de otthon nyújtsanak a számukra. Amennyi áldozattal jár ez a hivatás, annyi szépséget is rejt magában. Ezért is választotta 6 évvel ezelőtt a nevelőszülőséget Ignácné Balogh Mónika. Szerettem volna valami jót adni. Szerettem volna azt, hogyha... Tudom azt, hogyha az a gyerek, aki velem van, az jó helyen van, az megérkezett, és tudom őt terelgetni, és tudom őt bármilyen irányba, akár hazafelé, akár örökre, ha velünk maradnak, akkor jó neki, ha velünk vannak, mert azt a szeretetet, azt a biztonságot, amit ők igényelnek, mi meg tudjuk adni nekik. Gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyerekek ma már nem nagy létszámú intézetekben, hanem nevelőszülőknél, vagy kisebb 10-12 fős lakásotthonokban élnek. Jelenleg közel 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondoskodásban Magyarországon. Tolna megyében 330 családjából kiemelt gyermekről gondoskodik a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató. Ők 110 nevelőszülői családnál élnek.
A szolgáltató célja az, hogy számukra megfelelő környezetet találjon, ahol szeretet és biztonság veszi őket körül. Jó azt tapasztalni, hogy sok ilyen nevelőszülő van a rendszerünkben, és nyilván más hálózatok rendszerében is. És hát keressük azokat a jó embereket, amit Mónikánék is láttunk, hogy nagy szeretettel fogadták a gyermekeket, családba teljesen beépülve, saját gyermekükkel együtt öt kisgyermekről gondoskodnak a teljes körellátás keretében. És hát azt szeretnénk, hogyha ez a példaértékű hivatás, amit Mónika és családja végez, az inspirál lenne többiek számára is. Nevelőszülőnek olyan 24 évet betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek, és akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni azok előtt a gyerekek előtt, akik valamilyen ok miatt nem nevelkedhetnek a saját családjukban. 173 évvel ezelőtt október 6-án Aradon végezték ki felségsértésért azt a 13 honvéd tisztet, akik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc élén jártak, és Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt. Az aradi vértanunkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. Most is rájuk emlékeznek országszerte. Percelmor honvéd tábornok életének eddig ismeretlen dokumentumait is megtekinthetik azok, akik ellátogatnak a Bonyhádi Völgységi Múzeumba. A percelek városában különleges jelentősége van a tárlatnak, mondta Farkas Gergő igazgató. A kiállítás szervesen illeszkedik abba az évek óta tartó koncepcióba, melynek része volt a kúria megépítése, az Elmer Vojnics kápolna felújítása és a percel emlékszoba kialakítása is. A Magyar Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének együttműködésével jött létre a Magyar Géniusz program. Ebben kapott helyet a nehéz természetű honvédtábornok Percelmor életét bemutató kiállítás, melynek érdekessége, hogy számos olyan dokumentummal találkozhat a látogató, melyet eddig külhonban őriztek. A külföldről, Jersey szigetekből igyekeztünk anyakönyvi kivonatokat kikérni, az Árkánon felületéről, illetve különféle levéltárakból olyan karikatúrákat, olyan korabeli újságcikkeket reprodukáltunk, amit a hátam mögött is látható a falon, amik korábban nem voltak Bonyhádon megtekinthetők. Tehát ebből a szempontból még az, aki rendszeresen látogatja a percek kiállításokat, az is láthat olyan anyagot, amit korábban még nem. A kiállítás sorozatnak nagyon jelentős az elfogadottsága országos szinten is, és ez turisztikai vonzerőt is jelenthet a város számára, mondta Farkas Gergő igazgató. Bonyhád a percelek városa, tehát itt Percelmor honvéd tábornoknak, az ő alakjának, az ő örökségének, az ő hagyományának mai napig ugye mérőhajtó nyomai vannak, és szerintem mindig indokolt, hogy legyen egy percel kiállítás. Ugye Bonyhádot is most egy határon átnyúló együttműködés térképére sikerült feltenni ezzel a kiállítással. Egy olyan programba sikerült bekapcsolódni, aminek rendkívül nagy az elfogadottsága. A Percelmor honvédtábornok életét bemutató tárlatot a jövő nyárig tekinthetik meg az érdeklődők a Bonyhádi Völgységmúzeumban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Rezsit csökkentenének, de a napelempark nem termel. Kérdések a pécsi fejlesztés körül. A gyermek étkeztetés szívügyük, hátrányos helyzetű iskolásokat támogat a Pécsi Jótékony Nőegylet. Ellenálló csoportok felszámolása, fogvatartott elvezetése, nemzetközi gyakorlat Balaton-Lellén. Miközben több milliárdos rezsinövekedésre számít a pécsi városvezetés a cégeinél, intézményeinél, nem üzemel a Pécsi Napelempark a füzes dűlőben. Pedig műszakilag kész a létesítmény, amivel ingyenes és környezetbarát elektromos árammal láthatnák el a Baranyai megye székhely intézményeit. Erre hívták fel figyelmünket a jobboldali frakciók. A 750 milliós beruházás nem került semmibe a városnak, 100%-ban támogatásból valósult meg. A baloldali irányítású önkormányzat közleménye szerint további pénzt vár az államtól a rezsiszámlájára, a napelempark működtetéséről egyelőre nem kaptunk választ. Mi 2020. augusztus 4-én tartott sajtótájékoztatót a pécsi füzes dűlőben Hoppár Péter országgyűlési képviselő, akkor készült ez a felvétel. A készülő napelemparkot mutatta be, aminek energiatermelése segíthet a pécsi rezsidíj csökkentésében. A Zsolnai Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Pécsi Nemzeti Színház,
a műjégpálya és a hullámfürdő, az az öt nagy fogyasztó pécsi tulajdonú objektum, amelyeknek az áramszámlájában ez a három naperőmű termelése zöld energiaként és árcsökkentő tényezőként jelen lesz. A fideszes városvezetés idején elkezdett beruházás, közben befejeződött. A pécsi baloldali városvezetés alatt azonban nem működik a technikailag három erőművet jelentő napelempark. Tudtuk meg a közgyűlés fideszes frakcióvezetőjétől. Körülbelül 3 éve várjuk azt, hogy végre sikerüljön már üzembe helyezni ezt a napelempark együttest. Ugye tudjuk, hogy már több mint 2 éve készen áll, érthetetlen, hogy miért húzódik eddig. Nem adnak számunkra tájékoztatást, a városvezetés erről hallgat. Örülnénk, hogyha tiszta vizet öntenének a pohárba, és végre nyílt kártyákkal játszanának, hogy az ő mulasztásuk, vagy esetleg bármi olyan jogszabályi akadálya van, ami miatt ezt az engedélyt nem kaphatta meg ez a napelempark, ami miatt jelenlegi helyzet ugye nem tud az önkormányzat segítségére lenni, és nem tud áramot termelni. Pedig ezzel valóban lehetne csökkenteni az önkormányzat kiadásait, aminek növekedését a baloldal jövőre 4 milliárd forintra teszi, és a megoldást az államtól várja, derült ki a Városháza minapi közleményéből. Kerestük Pécs gazdasági alpolgármesterét az ügyben, hogy megkérdezzük, miért nem termel áramot a naperőpark. Ruzsa Csabától azt a választ kaptuk telefonon, hogy munkája és külföldi útja miatt jelenleg nem, de az október 10-ével kezdődő hét valamelyik napján tud majd interjút adni televízióknak. A pécsi füzesdűlőbe telepített napelempark egyébként 750 millió forintba került, amit 100%-ban kormányzati támogatásból fizettek. A gyermekétkeztetés az egyik legfőbb célunk, emelte ki a Pécsi Jótékony Nőegylet elnöke. Meszlényi Fehér Eszter az október 8-án megrendezendő jótékonysági gardróbvásár kapcsán mondta ezt. A befolyt összegből ugyanis hátrányos helyzetű gyermekeket támogatnak majd. Itt találhatók a Chloe felajánlásai, és itt elől a kirakatban vannak a budapesti tervezők felajánlásai. Tresznel Barbara készítette ezeket a pólókat, ő is egy budapesti tervező. Néhány ruhadarabot mutatott stábunknak a Pécsi Jótékony Nőegylet tagja. Török Bettina a főszervezője annak az eseménynek, mely a belvárosi Király utcai hotel üzlethelyiségében kap helyet. Október 8-án szombaton ugyanis jótékonysági gardróbvásár tart az egylet 10 és 18 óra között. A vásárra rengeteg adomány, több mint 1500 darab ruha gyűlt össze, mind személyes felajánlásokból, illetve nagyon sok tervező csatlakozott a programhoz, az új ruháikat, kiegészítőiket, ékszereiket ajánlották föl NMS célra. Pécset még nem volt példa arra, hogy ennyi tervező, ennyi terméke egy helyen megvásárolható legyen, hangzott el a tájékoztatón. Az idén 25 éves nőegylet elnöke elmondta, hogy több programmal is segítik a gyermekeket és családokat. Meszlényiné Fehér Eszter hozzátette, a babadoboz programmal a kismamákat támogatják, de a középiskolások kulturális támogatása is fontos számukra. Az egyik legnagyobb volumenű programjuk azonban a gyermekétkeztetést szolgálja. Az egész bevétele a Nekem Nincsen Véden programra megy, mivel 120 kisgyermeket támogatunk, és ez azt jelenti, hogy egy hónapban a nőegyletnek 1 millió forintot kell fizetnie az ebédbefizetésekre, és hát nagyon reméljük, hogy ezzel az összeggel, ami most bejön ebből a gardróbvásárból, esetleg több kisgyereket is fel tudunk venni a programunkba. A vásárral hagyományt is teremtenének, sőt a jövőben bővítenék is a kínálatot. Mivel idén női ruhák és kiegészítők állnak rendelkezésre, a következőkben a férfiaknak is kedveznének, a tervek szerint pedig akár több napos rendezvény is lehet a kezdeményezésből. Ellenálló csoportok felszámolása, fogvatartott elvezetése, fenyítő eszközök megfelelő használata, többek között ezeket gyakorolták a büntetés végrehajtásban dolgozó szakemberek Balatonlellén. A szervezet oktatási, továbbképzési és rehabilitációs központja először szervezett intézkedés taktikai szemináriumot, amelyre cseh, szlovák és lengyel kollégáikat is meghívták. Figyelem! Jobbról egy soros! Jobbról egy soros! Két lépést előre!
Teljes felszerelésben, alakzatban indult a büntetés végrehajtás műveleti csoportja, hogy felszámoljon egy háromfős ellenálló egységet. A felszámolás ezúttal csak gyakorlat volt, amelyet Balaton-Lellén hajtottak végre a szakemberek. A munkát ezúttal Hérosz és Nazgul segítette. A két szolgálati kutyának fontos szerepe van az ilyen eseteknél, mondja Pálinkás András. Egyrészt egy kényszerítő eszköz, ami teljes joggal az összes többi kényszerítő eszköz közé besorolható, ami a rendvédelmi szerveknél rendszeresített. Másrészt pedig egy olyan eszköz a szolgálati kutya a kezünkben, amely megvédi a kutya vezetőjét, illetve a műveleti csoportnak a tagjait. És harmadrészt pedig a kutyának azért van nagy szerepe, mert bármelyik másik kényszerítő eszközzel, vagy akár a fegyverrel ellentétben egy szolgálati kutya irányítható, vezethető és visszahívható, ha szükséges, és nem okoz olyan sérülést esetleg, mint egy fegyver. A büntetés végrehajtási szervezet oktatási, továbbképzési és rehabilitációs központja először szervezett intézkedés taktikai szemináriumot, amelyre más országokból, például cseh, szlovák, román, lett és lengyel szakemberek is érkeztek. A résztvevők egymástól tanulva sajátíthatták el, hogy milyen eszközöket és módszereket kell alkalmazni egy-egy fenyítés során. A különböző országok büntetés végrehajtási intézeteiben eltérően járnak el, ezt is megosztották egymással. Kényszerítő eszközök használata más, is más fajták, úgyhogy abba is eltérés van a használatban. De nagyon jó, mert így a magyar kollégákkal is átvettük, hogy mi jobb, mi rosszabb, úgyhogy egy értelműen jó az, hogy itt részt vettünk ezen a szemináriumon. A kétnapos továbbképzésen számos elméleti és gyakorlati feladatot végeztek el a résztvevők. A cél, hogy a munkájuk során minél jobban tudják alkalmazni az itt tanultakat. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Szupergyors internet Szekszárdon újabb városrészt kapcsolnak be a hálózatba. Négy napos munkahét, több cég próbálkozik az új módszerrel. Nő a település népessége, bölcsödét terveznek Cikón. Nem könnyű nevelőszülőnek lenni, négy állami gondozott gyereket nevel a Decsi család. Pénteken sok napsütés, vékony fátyol felhőzet, gyenge, mérsékelt légmozgás határozza meg időjárásunkat. Eső nem várható. A hőmérséklet kifejezetten kellemesen alakul. Éjszaka megvastagszik felettünk a felhőzet, emiatt enyhébbnek ígérkezik a hajnal. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!